A gyedextrát igénybe vevők gyerekei járhatnak bölcsödébe. A hatályos jogszabályok alapján nem egyértelmű, hogy felvehetik-e a gyedben részesülő anyák gyermekeit a bölcsik és a családi napközik. Saját előadások fiataloknak, meg idősebbeknek és vendégjátékok. Mit kínál a budaörsi Latinovic Színház? A keresztény szerepek feltárásával és aktuális ügyekkel foglalkozik. Osztye Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke volt az új budaörsi szalon vendége. És film az animációs filmkészítőről. Portré Patrovics Tamásról, az IJS Gimnázium tanáráról, a Prímanima kitalálójáról és a budaörsi TV új főcímeinek atyáról. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Gyed Extra. Mindez január 1-től él, és a lényege az, hogy a gyermek egy éves kora után az anya visszamehet dolgozni, de kapja a gyermekgondozási díjat, ugyanúgy, mintha otthon lenne. Ez jó. Csak hogy a hatályos jogszabályok alapján nem egyértelmű, hogy a bölcsödék és a családi napközik felvehetik-e a gyedben részesülő anyák gyermekeit. A gyermekvédelmi törvényt ugyanis elfelejtették módosítani. Hogy mi a helyzet Budaörsön? Azt mutatjuk be. A környező településekhez viszonyítva messze a legmagasabb színvonalú és a legkorszerűbb a bölcsödei ellátás Budaörsön. Nem csoda hát, hogy itt is, mint az iskolák és az óvodák esetében, állandó férőhely problémákkal küzdenek, annak ellenére, hogy jelenleg a két intézménybe 260 férőhely és 30 játszóhely lett kialakítva a 2012-es intézménybővítést követően. Elég népszerűek vagyunk a budaörsi szülők körében, szívesen hozzák ide a gyerekeket. Az egészséges gyerekeken kívül másként fejlődő gyerekeket is fogadunk. A bölcsödébe 14 kisgyermek járt tavaly, aki fejlődésében valamilyen segítséget igényelt. 2013. januártól a nevelési tanácsadó törvényileg ők végezhetik a fejlesztést, korai fejlesztést, a bölcsödében pedig a gondozások, nevelésük történik a gyerekeknek, de helyileg mi biztosítunk a korai fejlesztésre lehetőséget. A hagyományos bölcsödei ellátás mellett nagyon sok plusz lehetőség segíti a gyerekek egészséges fejlődését. Most a térjátszónál vagyunk, itt hetente kétszer vannak a gyerekek, ez általában rossz idő esetén veszik igényben, ilyenkor a térjátszóban játszanak, illetve majd amit láthatják a sószobát, veszik igénybe a csoportok. Egy órarend szerint, amit ki van függesztve, szerint jönnek a gyerekek ki hetente. Itt a nagy mozgásos játékoknak megfelelő, tehát a rossz idő esetén nem tudnak kimenni, a csoportok ilyenkor kijönnek, és itt a feszültséget levezethetik. A kicsik is, amint látják, mászó alagút, mindenféle mozgás igényüket ki tudják itt elégíteni. Igazi különlegesség az intézményben a hangterápia, hangmasszázs, amely elsősorban a stressz legyőzésében, alvászavarok kezelésében, kommunikációs zavarok javításában, szorongások oldásában, vagy például a viselkedés harmonizálásában nyújthat nagy segítséget. A sószoba a légúti panaszok enyhítésében segít. Ez a sószoba, erről, ugye, amit említettem, ide is hetente egyszer-kétszer jönnek ki a gyerekek. A sónak a jótékony hatását ismerjük, a légúti betegségekre vagy kedvező hatással, illetve az asztmás gyerekeknél esetleg csökkentheti a tüneteket. Taknyos időszak, ahogy szokták nevezni, illetve a fogzás időben ugye fogatnál, hogy az nyálkahártyája bedúran, és akkor egyből és akkor kijönnek, és az segít neki. Sőt, szoktak a szülők délután visszajönni, amikor beteg a gyerek, és a kis időben vehetik a sószobát. A mozgásfejlődésben több szakember is segít. Most a víziterápiás medencénél vagyunk. Erről azt kell tudni, hogy itt vízhez szoktatás, illetve fejlesztés is történik. Amint látják, egyénileg, illetve csoportosan is ki szoktak jönni a gyerekek. A csoportos az azt jelenti, hogy négy fő lehet, két-két felnőtt segítségével. A gyógypedagógusunk, a Zenikő végezte a babaúszást, illetve úszómesteri képesítése is van, így tartózkodható a vízben, és így felügyeleheti a fejlesztéseket, illetve a vízhez szoktatást. A vízről annyit kell tudni, hogy 90 centi mélységű, 32 és 34 fokos. Föl, ácsi, oda beletenni, oda bele. Mama. Béka mama, ott a béka mama. Béka, béka, brekke, ke, jó még, attól fenneke. Na, vegyünk egy másikat, tedd le.
következő? A tornateremben vagyunk, amint látják, egyéni fejlesztés történik most. A gyógytornásztunk segítségével jönnek ki a gyerekek, és ő végzi a fejlesztést is. Bár a bölcsödei felvétel alapvetően folyamatos, az igények kielégítése mégsem könnyű ma Budaörsön. Hát egy kicsit új dolog ez a GEDextra, ami esetleg érinti a bölcsödét, hogy azok a szülők, akiknek a gyermekük betöltötte az egy évet, és GED-en vannak, esetleg vissza tudnak menni dolgozni, azokat fogadjuk a bölcsödében. Januárban már érezhető volt ez a változás, többen érdeklődtek, még ilyen felvétel nem történt, majd a Szociális Bizottság önkormányzat bevonásával valamilyen lehetőséget keresünk, hogy ennek is tulajdonképpen meg tudjunk felelni és segíteni tudjuk a családokat. Vokony Éva szerint a jelenlegi túljelentkezést és a létszámgondokat enyhítheti a most folyamatban lévő óvodabővítési program. Ezzel lényegében több 3 éves óvodaköteles gyereket tudnak majd fogadni az intézmények, és kevesebb óvodáskorú gyermek marad a bölcsödékben. Én úgy tudom, hosszabb távon szerepelt az önkormányzat terveiben a bölcsődefejlesztés. Országosan 12%-nak van férőhely, Budaörsön 25%-nek. Megint felül kell ezeket vizsgálni, meg kell nézni, mert ez nagyon költséges és nagyon nagy beruházás, hogy érdemes-e újabb bölcsödét építeni, vagy esetleg a civil szféra bevonásával újabb családinak közigbe férőhelyeket kérni. A Budaörsi Latinovics Színház művészeti vezetője, Berzsenyi Bellág Ádám a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az apropó az, hogy a héten bemutató lesz, premier lesz a Budaörsi Színházban. De kezdésként ne az új darabról beszélgessünk, hanem arról, hogy amikor az új színtársulat elkezdett itt tevékenykedni, akkor egy teljesen üres színházat vettek át, tehát minden darabot elvitt az előző társulat, nulláról kellett építkezni. Ugyanakkor pedig volt egy elvárás a színházzal szemben egy bizonyos előadás számra, mert hogy állami támogatást is kap a színház. Ezt úgy tudták teljesíteni, hogy rengeteg vendégjátékot hívtak ide. Én azt mondom, és vitatkozom velem, hogyha nem ért egyet, hogy ez a budaörsieknek nagyon jó, mert hogy néhány hónap alatt nagyon sok minden megfordult itt. Még ha van egy saját előadás, és mondjuk azt játsszák egy vagy két évadon keresztül, akkor kevésbé változatos a műsor. Hát igen, először is azt tudnám mondani, hogy nem pusztán az előadás szám, illetve nem elsősorban az előadás szám növelése volt a szempont, amikor úgy döntöttünk, hogy a kezdeti időszakban sok vendégelőadást fogadunk. Valamilyen szinten nyilván az is, hogy nem volt egy kialakult repertoárunk, hiszen akkor kezdtünk el dolgozni a saját produkcióinkkal, akkor kezdtek el azok próbálni. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy októberben 3 bemutatót tartott egymás után a színház. Ez a nagy színházaknál, a társulattal rendelkező színházaknál is ritkaság számba megy, ez a fajta premier dömping, amivel az évadot kezdtük. Ugyanakkor, tehát kevés saját produkciónk volt, de emellett ami nagyon fontos volt, és ami a fő szempont volt egyébként ezeknek a vendég előadásoknak a kiválasztásánál is, az, hogy szerettük volna a színháznak a profilját meghatározó, tehát olyan előadásokat hívni, amik meghatározzák azt a fajta gondolkodásmódot, vagy azt a fajta színházi szemléletet, esztétikát, aminek a mentén mi képzeljük el a jövőbeli saját produkcióinkat. Én olvastam a Budaörsi Infóba egy kritikát, ott úgy fogalmazott a szerző, hogy a befásult felszínes szórakoztatást felváltja a pedagógiai jellegű művelődést nyújtó előadások sora. Erre van igény? Tehát ez kell egy vidéki színházban? Én azt gondolom, hogy egy színháznak meg kell érinteni a nézőt, hogy egy színháznak a nézőhöz kell szólnia. Nagyon sokféleképpen tud szólni, tudja megérinteni a nézőt azon az adott estén. Azt a 220 nézőt, aki beül egy teltházas előadás esetében, ugye. Nem vagyunk egyformák, mindenkinek más igénye van, attól függően, hogy ő milyen ember, és attól függően, hogy aznap éppen milyen benyomások élték. Mindenki másért megy a színházba. Én nem szeretném azt mondani, és nem szeretnék olyan színházat, ahol azt mondjuk, hogy a szórakoztatás az
az tőlünk távoli, az valami olyasmi, amivel mi nem szeretnénk foglalkozni, mert mi csak a mély művészettel foglalkozunk, de a szórakoztatásnak vannak különböző formái, és a szórakoztatás is lehet valami szórakoztató úgy, hogy közben egy mély élményt nyújt, és elgondolkodtat. Ennek az egyensúlyára kell szerintem egy vidéki színház, vagy egy kisebb település színháza esetében különösen odafigyelni. De a legfontosabb dolog, az nem az a szempont, hogy eldönteni, hogy ez most inkább művészi, vagy inkább szórakoztató, hanem az, hogy ez a nézőhöz szóljon. Hogy a néző azt érezze, hogy ő kap valamit azon az estén. Legyen az szórakoztatás, vagy akár keserűség, vagy szembesülés, vagy bármilyen formája az érintkezésnek. Most mindenképpen szórakoztatni fognak. Szombaton lesz a bemutatója az Ízlések és pofonok éjjel-nappal Budaörs című, úgy szerepel, hogy kabaré estnek. Ami azért is különleges, mert ez nem egy régről elővett darab, amit eljátszotok, eljátszanak a színészek, hanem ez kifejezetten Budaörsről szól, Budaörsre íródott. Ez így van. Sokat gondolkodtunk rajta, már az évad eleje óta Frigyesi Andrással, az igazgatónkkal közösen, hogy csinálni egy olyan fajta előadást, ami kifejezetten a budaörsiekhez szól, ami kifejezetten ennek az új színházi vezetésnek a megérkezését jelzi, vagy egy ilyen első kapcsolatteremtés, személyesebb hangvételű kapcsolatteremtés a budaörsi közönséggel, így lehetne mondani. És Andrással közösen arra jutottunk, hogy ennek a legjobb módja az, hogyha a szórakoztatás, illetve a kabaré műfai sajátosságait hordozó saját előadást hozunk létre, és felkértünk egy fiatal és nagyon tehetséges írócsapatot, Litkai Gergellyel, Szabó Borbálával, Fehér Ádámmal és Fehér Gáspárral és Boldizsárral, Laboda Kornél vezetésével, hogy írjanak jeleneteket, ezek tulajdonképpen sketch jelenetek, amik részben vagy csak elég lazán kapcsolódnak egymáshoz, de mindegyik kapcsolódik elég erősen Budaörshöz, és egy budaörsi témával tulajdonképpen egy sorozatnyi vidám jelenetet láthat majd a közönség dalokkal és tréfákkal. Ebben a darabban van egy dal, ez a Budaörs de csodás című dal, amit az egyik nagy bevásárló központban is elénekeltek a színészek a Kultúra napja kapcsán. Amikor a címet meghallottam, én azt hittem, hogy ez a régi dal kicsikét más szöveggel, de ez egy teljesen új dal. Igen, ez az egyik sláger, ami meg fog jelenni az előadásunkban. A dalszöveget Máté Zsolt írta, a zenét pedig Monoli András szerezte. A Budapest, de csodás, ugye egyértelműen hajaz, de teljesen új szöveggel és új dallammal. Tulajdonképpen valahol megidézve a budapesti kabaré, a 20-as, 30-as évek budapesti kabaré tradíciójának a világát, de ezt áthelyezve egy teljesen mai formában. A megjelenésünk egyébként ez a flash mob, amit említett, ez az Osán, a budaörsi Osánban történt a múlt hét szerdán a Magyar Kultúra napja alkalmából. Tulajdonképpen az ő megkeresésükre, hogy csináljunk egy flash mobot, vagy jelenjünk meg valami módon. Azt találtuk ki a stábunkkal, hogy a három színészt, aki egyébként is, aki benne van a kabaré előadásban, Fazakas Júlia, Páder Petra, Csányi Dávid, őket kivezényeljük az Osamba, és több órát ott töltenek a bevásárlóközponton belül, és időnként félórás intervallumokkal eléneklik ezt a számot, ami kimegy az egész hangrendszerbe, tehát mint hogyha a hangos bemondóból hallgatnák a vásárlók ezt. És egy nagyon jó élmény volt, és nagyon azt lehetett látni, hogy akik ott voltak vásárlók, azok nagy érdeklődéssel nézték és hallgatták őket. De ez tényleg nagyon különleges, tehát még talán a mai világban is a színészekben van egy ilyen távolságtartás, egy ilyen felnézünk rájuk, mint hogyha ők nem is emberek lennének. És amikor ott megjelennek a bevásárló központban, igaz, nem hétköznapi ruhában, de énekelnek, akkor valahogy ez a lepel így lehull, közelebb kerülnek hozzánk, nem? Igen, és ez nagyon fontos, azt gondolom, mert hiszen azt gondoljuk a színházról, hogy azt egy olyan élményt szeretnénk adni, hogy az ember, aki nézi, tehát a néző azonosulni tudjon azzal, ami a színpadon történik.
nem pedig egy távolságot, nem pedig felnézni valamilyen fajta ikonra, vagy egy távoli alkotó művészre, hanem hogy az közelség legyen. És ezért tartjuk nagyon fontosnak azt például, hogy a közönségünk találkozzon a színészekkel más kontextusban is, mint az előadásokon 7 és 10 óra között. Ez mindenképpen különleges. Sokszor játsszák egyébként, játszátok ebben a hónapban ezt is, meg sok minden mást is, mert azért most már vannak saját előadásai, saját darabjai a színháznak. És ami különleges, hogy a ifjúsági klubban, ami szervezetileg a színházhoz tartozik, ott pedig különböző vendégelőadások, más típusú vendégelőadások kerülnek színre. Mik pontosan? Ez így van. A Városi Ifjúsági Klub az ugye partner, vagy hozzátartozik a színházhoz, és nagyon fontosnak tartottuk Frigyesi Andrással, hogy mélyítsük ezt az együttműködést, hiszen mind a ketten azzal tulajdonképpen hasonló az érdeklődési körünk, illetve ők az ifjúságra vannak kihegyezve, mi pedig nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a korosztályt kifejezetten megszólítsuk. És eleve a repertoárunk úgy épül föl, hogy erősen ennek a korosztálynak is kínál olyan előadást kínál, inkább úgy mondanám, ami ennek a korosztálynak érdekes lehet. A Városi Ifjúsági Klubba pedig kifejezetten olyan előadásokat hívtunk, amik úgynevezett tantermi előadások. Ezek rövid, egy iskolai óra keretében, tehát 45 percbe, egy órába általában beleférő előadások, amik kifejezetten olyan témájúak, és ezek nem előre megírt színdarabok, hanem általában gyakorlatilag hát egy bizonyos témára ráfókuszáló, és azt a próba folyamat során vizsgáló előadások, amik nagyon erős tematikával bírnak. Tehát például említeném a Gyáva című előadást, ami ifjúkori, kamaszkori kábítószerfüggőségről szól. Vagy ott van például a Klam háborúja, ami egy osztályteremben, ami októberben mutattuk be ezt az előadást, illetve hívtuk meg vendégül ezt az előadást az ifjúsági klubba. Ez pedig egy osztálytermen belül a tanár és a diákok között kialakuló hatalmi harc és viszonyrendszert boncolgatja. A következő hónapban pedig a T című előadást fogjuk vendégül látni, ami Scherer Péter új rendezése a Nézőművészeti Kft-vel. Ennek az előadásnak a témája pedig az ifjúságban, illetve a kamaszkorban fellépő elidegenedettség, illetve annak az érzete, hogy valaki semmit nem tud magával kezdeni, pedig rendkívül kreatív és intelligens amúgy, és fogékony lenne. Ezek napközbeni előadások, tehát iskolás csoportok jönnek? Délután jönnek. Vannak ezek az előadások, általában délután 3-kor, és tulajdonképpen az évad elejétől elkezdeményeztünk egy dialógust a budaörsi iskolákkal, az általános iskolákkal és az IJS gimnáziummal, hogy szeretnénk ezt a programot elindítani, és a jövő évadban terveink közt szerepel, hogy egy saját ilyen szerű előadást, tehát kifejezetten tantermi és erősen tematikus előadást kihozzunk. De erre nem csak szervezett csoportok jöhetnek, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne elmenni, nem, erre lehet szabadon jegyet venni, de nyilván itt az a fő gondolat, hogy ezek általában drámapedagógiai foglalkozásokkal vannak összekötve. Tehát az előadás lezajlik a maga egy órájában, és utána egy fél órás, nem csak, ez nem egy közönség találkozó, nem egy pusztán egy beszélgetés, hanem olyan fajta drámapedagógus által vezetett foglalkozás, ahol kifejezetten a darabban említett, vagy a darab által tárgyalt problémákkal mélyebben foglalkoznak, hogy a diákokkal egy dialógus alakuljon ki, tehát tényleg egy interaktív foglalkozás. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, nem csak a társadalmi szerepe miatt, hanem azért, mert ez egyfajta csatorna, hogy már kamaszkorban a diákok találkoznak azzal az élménnyel, hogy a színház az más, mint egy múzeum, ahova beülök és nézek valamit, ami tőlem távol van, ami ténylegesen az én mindennapos problémáimmal, adott esetben mindennapos problémáimmal foglalkozik, és magamat látom a színpadon valamilyen értelemben. Érdekes a kínálat, most szombaton, tehát az Ízlések és pofonok bemutatója, és aztán folytatás következik. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon köszönöm. Osztia Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke volt az új budaörsi szalon legutóbbi vendége.
A KÉSZ a legnagyobb magyar keresztény civil szervezet. 1989-es megalakításától kezdődően evangelizációs küldetése szellemében, az ökumené jegyében a keresztény keresztjén társadalmi és kulturális szerepek feltárásával foglalkozik, na meg napi aktuális ügyekkel. Ahogy ők mondják, a kor meghatározó kérdéseivel foglalkoznak. A hagyományoktól eltérően egy bejelentéssel indult az Új Budaörsi Szalon negyedik összejövetele. A hír a KÉSZ Budaörsi csoportjának a megalakulásáról szólt. Fejér Egyházi Sándor, a csoport frissen megválasztott elnöke, így kommentálta a döntést. Ez az öröm mellett természetesen nemes feladatot jelent, mert egy dolog, hogy megalakulunk, de sokkal lényegesebb az, hogy beinduljunk, működjünk és jól működjünk. Hát mi arra fogunk törekedni, hogy jól működjünk, és vonzó legyen a mi munkánk mások számára is. Az alakulásnál nem csináltunk nagy reklámot, mert az volt az elképzelésünk azoknak, akik meg akarták alakítani a szervezetet, hogy először próbáljunk működni, fölmutatni valami pozitívumot, ami vonzó lehet másoknak, és hogyha ezt fel tudjuk mutatni, hát akkor érdemes bővülni. A bejelentéshez kapcsolódóan indult a beszélgetés is Takács Bence és Osztia Zoltán plébános atya között. Mindig ennyire aktív, hogy még be sem tette a lábát Budaörsre, és már megalakul a helyi szervezet? Ha lehetőséget kapok rá, akkor igen, de ez nyilvánvalóan a keresztények aktivitásától függ, elsősorban nem tőlem. Mielőtt még a KÉSZ-ről egy kicsit beszélgetnénk. Ugye az egyik napilap vagy heti lapban szokott lenni egy melléklet, amelyben mindig négy témát kell meghatározni, és akkor utána kifejtik. Gondoltam, hogy merényletként elkövetem még azt atyával szemben, hogy megkérem, hogy mondja meg, mi lesz az a négy téma mondjuk, ami a következő időszakban Magyarországot, a magyar embereket muszáj, hogy foglalkoztassa és érinteni fogja. Hát nyilvánvalóan az első a választások, mert hiszen többszörösen is választások előtt állunk, és nem kicsi a tét, mint ahogy minden választás kapcsán nem kicsi a tét, de most talán még inkább. Azt látjuk, hogy a négy éves ciklusok kevesek ahhoz, hogy igazán egy kormány ki tudja bontakoztatni a maga programját, és tettekre tudja váltani azt, ami számára fontos. És azt gondolom, hogy most is ez a tét, mert hiszen meggyőződésem szerint az irányok mindenképpen jók és követendők, de nyilván négy év alatt nem lehet ezeket az irányokat minden további nélkül az apró részleteiben is kidolgozni, tehát még nagyon sok van hátra a kormánynak ahhoz, hogy a jó irányt a mindennapokban is érezhető cselekvéssé tegyen. Hát ennek a kormánynak sok van még hátra. Így van. Ennek a kormánynak sok van még hátra, így van, igen. Ez az egyik nagyon fontos kérdés. A másik nagyon fontos kérdés az Európai Unióval való kapcsolatunk, illetve az Európai Unió sorsa egyáltalán. Az én meggyőződésem szerint minden totalitárius rendszer előbb-utóbb bukik, és előbb-utóbb pusztul, sőt, fölemészti saját magát. Én úgy ítélem meg, hogy az Európai Unió is egy ilyen totalitárius rendszer, melynek előbb-utóbb el kell tűnnie a történelem süllyesztőjében. Legalábbis a jelen formájában. A harmadik nagyon fontos kérdés, nem súly szerint sorozva, az, hogy mi lesz Európa sorsa és jövője. Hiszen nincs kétség senkiben afelől, hogy Európa válságban van, identitásválságban van, hogy keresi önmagát, és mivel talajt vesztett, elvesztette a keresztény gyökereit, újra kell fogalmaznia önmagát. Osztia atya szerint változtatni kell a minden mindegy politikáján. A változás pedig nagyrészt a fiatalokon múlik. Arra a kérdésre, hogy szerinte politizálhatnak-e a papok, így válaszolt. Igenis közéleti szerepet vállal a KÉSZ, amit nevezhetünk politizálásnak is, csak ez félreértésekre ad okot. Mindenesetre a papságot illetően és az én személyemet illetően először Horn Gyula nagyon ügyesen elültette a fejekbe azt a sztereotípiát, hogy a papok ne politizáljanak. És kérem szépen, hogy ne felejtsük el azt, hogy hogyan küldte be az ifjú aktivistáit a templomokba adatokat gyűjteni. Ugye vannak dolgok, amiket nem szabad elfelejtenünk. Ez például azok közé tartozik.
Nagyon ügyes politikai húzás természetesen ez, hiszen ha minket hallgatásra ösztönöznek, akkor ez azt jelenti, hogy átadjuk a terepet nekik, és attól kezdve ne csodálkozzunk azon, vagy ne panaszkodjunk azon, hogy a dolgok alakulása nem úgy történik, ahogy azt mi szeretnénk. Nem adhatjuk át a terepet, és katolikus papként ez kellene, hogy evidens legyen minden katolikus pap, vagy egyáltalán minden lelkész számára, hogy abban a pillanatban, ahogy felszenteltek, közéleti szereplővé váltam, akár akarom, akár nem. A vendég szerint nincs olyan terület, amelyről az evangélium alapján ne lehetne és ne kellene véleményt alkotni. És így 25 éves most az idei esztendőben a kész, és büszkén mondom el azt, hogy tökéletes egységben létezik, aminek többnyire, ami többnyire köszönhető a vidéki értelmiségieknek. Ezt most hadd mondjam el akár itt, mert a legjobb, legtisztább szívű magyar emberek voltak azok, akik megőrizték a késznek az egységét. Azok a vidéki munkatársaink, akik bizony nagyon sok áldozattal vesznek részt a közéletben, hiszen helyt állnak a maguk családi életében, egyházközségeikben, a településnek a közéletében, és adott esetben vezetik a készcsoportot. Tehát sok irányban is helyt állnak és áldozatot hoznak. Ők azok, akik tiszta szívű, keresztény magyar emberek, akik tudták garantálni a késznek az egységét. Fiatalokkal kapcsolatos kérdés, ugye ez egy kulcskérdés. Nagyon sokáig panaszkodtak csak a készvezetők, hogy nem tudjuk igazán a fiatal nemzedéket csatasorba állítani. Aztán nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy valójában számunkra a fiatal nemzedék elsősorban nem a középiskolás, és még csak nem is az egyetemista korosztály, hanem inkább a közép nemzedék, tehát akik most már megjelentek komolyan a kézben, illetve a talán, és szeretettel köszöntöm külön is őket, a friss nyugdíjasok, az éppen nyugdíjba ment generáció, akiknek még nagyon sok energiájuk van, sok tapasztalatuk, bölcsességük, unokák nyilván nevelésében oroszlán részt vállalnak, de ugyanakkor van erejük ahhoz is, hogy a közéletben részt vegyenek. Az Osztia Zoltánnal készült beszélgetést több kamerával is rögzítettük. Műsorunk után nagyjából negyed óra múlva teljes egészében levetítjük majd. Most azonban Patrovics Tamás animációs filmkészítő következik, aki csaknem 20 éve tanítja is a mesterséget, egyebek mellett a Budaörsi I.S. gimnáziumban is. Több magyarországi és határon túli filmes és képzőművészeti alkotótábort szervezett már. Ő találta ki például a Primanimát, a nemzetközi első filmes animációs fesztivált, amit már kétszer is megrendeztek, mindig itt Budaörsön. A tavalyi fesztiválra például több mint 600 filmet neveztek a világ minden tájáról. Nekünk mégsem ezért fontos, hanem mert az ő közreműködésével készültek a Budaörsi Televízió új főcímei. Filmes portré következik az animációs filmkészítőről. Patrovics Tamás, illusztrátor, animációs filmrendező, az I. és Művészeti Akadémia egyik alapító tanára igen-igen aktívan kiveszi a részét az oktatás mellett a helyi művészeti életből is. Az akadémia tanáraival és diákjaival közösen idén már második alkalommal rendezték meg a nagy sikerű nemzetközi animációs filmfesztivált, a Primanimát, a Jókai Morművelődési Központban. Kisképzőbe kezdtem, szakközépiskolába, ott még nem volt animációs szak, de egy picit foglalkoztam vele. Aztán szerencsémre a éppen utolsó időszakát élő Pannonia filmstúdióba vettek föl, ahol az Erdőkapitánya című Dargai Attila filmben rajzoltam. Ott voltam fázisrajzoló gyakornok. Úgyhogy ez volt a kezdet, ez nagyon jó volt, ez még 86-ban volt, 18 éves voltam, és nagy lehetőség volt, hogy rögtön egy nagy munkában vehettem részt, tehát ez nagyon, nagyon sokat jelentett. A filmben egy Pimpike nevű bolond farkast kellett legtöbbször rajzolnom, akit hát galád módon megmérgeznek, és ettől bolond lesz. Tehát nem hal meg, hanem ilyen mérgezett farkas lesz. Na, hát egy kicsit innentől számítom az én animációs
hogy mondjam, múltamat, én is meglettem mérgezve akkora magával az animációval. Aztán jött az iparművészeti főiskola, oda jártam, 4 éven át, tehát ott elvégeztem, Jankovics Marcell, Rihlis Zsolt tanítványa voltam, majd hát jöttek különféle munkák, az egyik dolog, hogy tényleg tanítom is az animációt. Ezt, amikor elvégeztem a főiskolát, akkor meghatároztam azt, hogy nagyon jó dolog ez az animációs filmkészítés, és mellette a tanítás is, mert valahogy belecseppentem rögtön egy animációs tanfolyam, mint a Pannonia Filmstúdió, ami ott volt a Pannonia Filmstúdióban. De azt mondtam magamnak, hogy ez 2 nap, 1 héten ez jó. Ez az egészséges dolog. Egyrészt, hogyha a saját munkáimra nem fordítok elég időt, akkor előbb-utóbb ellaposodom, mint alkotó. Tehát nem, én nem hiszem, hogy lehet úgy tanítani, hogy nem ismerem és nem gyakorlom folyamatosan a kortárs animációt. Patrovics Tamás 20 éve tanít már animációs filmkészítést, emellett állandó vendége és szervezője a hazai és a nemzetközi workshopoknak, animációs alkotóműhelyeknek. Itt Budaörsön, ahol tényleg komoly nyitottságot találtunk ebben az irányban, ugye a Primanima Fesztivál is ennek részben ennek a kiteljesedése, hogy most már évről évre egy nemzetközi animációs fesztivált tudunk itt szervezni, de hogyha a kicsit a kortárs művészeti központ irányában, úgy tetszik, el tudnánk mozdulni, és itt Budaörsön egyfajta inkubátorházat tudnánk létrehozni azoknak a fiataloknak, akik különféle művészeti területekben, nem csak animáció, hanem mondjuk fotókerámia, amilyen képzések itt vannak még nálunk, és egyéb irányokba el tudnának menni, szerintem ez lehetne egy továbbképzés, további lehetőség. Megmaradna ez az alap, ami egy nagyon jó szakképzés, nevesített szakképzés, és ha ez a kortárs művészeti központ létre tudna jönni, én abban látnék fantáziát. Én hoznék dokumentumfilmeseket mindenképp, tehát lenne filmosi csoport, 4-5 dokumentumfilmes, ráadásul azt mondom anyaországiak, tehát ne is, bár az is lehet, hogy ez, de ott lehet, hogy inkább azt erőltetném, mert ő másképp látja, tehát talál rögtön talál valamit. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Patrovics Tamás lesz holnap, azaz kedden este a Dobogó című műsor vendége. Tudják, Dobogó, aki és ami számít Budaörsön. A műsor 18 órakor kezdődik, ajánlom figyelmükbe. Most Osztia Zoltán következik, vagyis az Új Budaörsi Szalon múlt heti beszélgetése, ezzel folytatódik a Budaörsi Televízió műsora. Én már köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!